Na hát újra itt vagyunk, Ezio Auditore da Firenzével, Monteriggioni-ban. És a legutóbbi alkalom óta végre sikerült összeszednem a ládákat, meg a tanakódex lapokat is Firenzében. Nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy igen, és megint kezdődik. Nem csináltam meg a ketté baszott videokártya driver frissítés visszafrissítését. Úgyhogy megint szopni fogok a frame droppokkal, úgy fog kinézni a dolog valószínűleg. Nézzük. Mit kéne? Lehet, hogy megvásárolom ezeket. Vagy mennyi van? 28-an van. 19-et eldobok, akkor marad 9. Nem, az nem lesz elég. Jó, mindegy, megveszik a bányát. Jó, most faszom, mi történt? Miért léptem ki? Buongiorno. Oké, akkor kezdjük újra. Yes! És most... tudok menni, jó. Ezt is. Templom, kút, bánya. És maradt 16-om. Abból fejlesztjük fel izomból a Blacksmith-t, mondjuk. Maradt 9-em. Abból... legyen egy a doktor. És maradhatom. Hát abból már csak egy jön ki, akárhogy is nézem. Legyen a... nem is tudom. Legyen a bank. És maradt 1000 forintom. De 30 000-rel többet ér a villa, vagy hát Monteriggioni, vagy mi a... izé. És most, hogy... Várjunk. Hiszen van nálam... toll is, úgyhogy azt ledobom szépen itt. Valószínűleg csak egy toll van nálam, vagy volt, igen, 10. 10-zel nőtt Monteriggioni értéke, szóval csak egy toll volt nálam. Jó. És akkor, hogy folytassuk az unalmas kezdést, lemegyek ide ezért a ládáért. Esély lehetsz jó. Úgy. Az a baj, hogy már nem emlékszem, hogy van konkrétan, de... talán valahogy így. Majd rájövök valahogy. Eddig igen jól hallok. Várjunk, mit? Mit csinálsz? Valahogy oda. Nem, ez nem lesz jó. Igen, most mit kell csinálni? Nyilvánvalóan nem ezt. Na jó, leszek itt problémáim, úgy érzem. De nem baj, megoldjuk. Okosba. Egyszer auditore de Firenze meg tudja oldani. Lehet, hogy ott arra izére kell leugrani, most azt nézem. Na. Mi van, ha... Teljesen így, és most ugrunk. Yeah! Nem így akartam pontosan, de így még faszább, mert így kell csinálni. És most? Csak tippelek. Yes! Oké, igen, fasza, igen,
Nagyon fasza. 300, és ha másikban is lesz egy 300, yes, akkor igen, jobb befektetés volt. Na jó, annyira nem. 4000, bazd meg. 4000 valamennyire vettem, azt hiszem a... Most, Ezio, mit csinálsz? Beérkezett valamennyi lóvé a... Beérkezett valamennyi lóvé a ládába, úgyhogy... Azt össze kéne szedni. Össze kéne szedni, ha már itt vagyok. Nem vagyok messze. Egyébként... Ja, oké, okay, nem tudom, hogy... Na, megnézzük, megnézzük Claudiánál. Megnézzük Claudiánál, hogy jól a... Tezzutez 5735 20 percenként. All shops are open, all shops are level 3, az még nincs meg. Renovations. Codex Pages. 14-et kell már csak összeszedni. Fegyverből viszont nagyon kevés van. Jó. Jó, haladni fogunk ezzel is, remélhetőleg majd az idő. Idő előre haladtával egyre jobban. Szedjük össze ezt. És hű, van 7700, de nem akarom most elkölteni itt. Hát ha... Várjunk. Nézzük meg, hol van még láda. A templomban van még láda. És a bányában. Jó, akkor most megyek, megnézem, hogy van-e valami faszább páncél a kovácsnál. Aztán megnézem a templomban lévő ládákat. Egyébként meg azt kezdtem el... Ez menjen innen a hülyeségbe. Nem, nincs weapons. Azt mondja, hogy... Valami... Ez jó cucc. Ez is jó cucc. Nem is tudom, mit legyen, mi legyen. Ezt megveszem. És utána meg most akkor várjunk. Egy, kettő, semmi. Egy, egy, egy. Speed. Legyen ez a Florentine Falchion, vagy nem tudom, hogy kell ejteni. Small weapons, ammunition. Okay. Ő 375-tel nőtt. Van Terry Jowney értéke. Örömmel tölt el. Ejt meg, talán valahogy így. Talán valahogy így, bizony. Szóval azt kezdtem el egyébként az előbb, mielőtt még Claudiánál benéztem volna a... Benéztem volna a ládába, hogy nagy problémám szokott lenni mindig, hogy milyen címet adjak a részeknek. Nem csak itt bármilyen videónknak, mert legyen az Minecraft, GTA, Assassin's Creed, bármi. Elég nagy problémát szokott jelenteni, hogy nem tudom, hogy milyen... Mi legyen a címe, és nem nagyon szeretem visszanézni a videóimat, hogy tudjam kb. Hogy mi történt. Bele szoktam nézegetni, hogy valami címet tudjak neki adni, és mondom, jó, valami értelmes csak történik egy-egy videóból, úgyhogy akkor megpróbálom azt a címet adni neki, amivel legközelebb van ahhoz, egy ilyesmi. És sokszor rájövök, hogy lófasz nem történik egy-egy részben, vagy semmi érdekes nem történik egy-egy részben, szóval nagyon nagy gondot szokott okozni a borzalmasan végtelen kreativitásom miatt a címosztás. Szóval ez egy ilyen... Ezt csak azért mondom, lehet, hogy majd egy szép napon nem adok címet, mert baszki, most mit csináltam? Szóval lehet, hogy egy szép napon nem adok címet, mert nem tudok címet adni, mert kifogy ez a végtelen kreativitás forrásom, vagy mi a fene.
Majd meglátjuk. És ha minden igaz, az egész jól vágom, hogy mit kell csinálni itt. Itt is vagyunk. Hát ez borzalmasan igen jó. Akkor elvileg Montarigioniban minden láda. Minden láda Montarigioniban megvan. Igen, kiváló ez is. És akkor most húzzunk el, csináljunk valami lényegeset is, vagy hát valami sokkal hasznosabbat, úgymond, vagy mit tudom, most ez mi volt, ló? Csináljunk valami küldetéseket. Van még bőven. Nem is tudom, hányadik szekvenciában járunk talán. Negyedik lehet, nem tudom. Olyan szép az árnyék a lónak, meg Eciónak. Ahogy süt a nap, nem is süt a nap, ott süt a nap, onnét? Nem tudom, érdekes. Na jó, itt vagyunk egy gyors utazós szarnál, és dismount, fuck yeah. És hova kell menni? Toszkána, és talán... Ide utazok. Fogalmam sincs, hogy ez jó helye. Kurva egér meg mindig bejön középre. Use that barriers to attract attention to a specific spot. Ez itt egy assassin tomb. Sőt, itt van egy ilyen viewpoint. És itt is van viewpoint, nem ez pont nem viewpoint, hanem ez pontosan egy memória hülyeség. És itt van egy codex page. Akkor bemegyek az Assassin Tombot, megcsináljuk, utána megcsináljuk ezt a küldetést. Aztán oppá, odabasztom a mikrofonnak. Szóval megcsinálom akkor ezt a küldetést, aztán ezt a viewpointot, aztán ezt a... Oké, mindegy. Csináljuk, álljunk neki, csináljuk meg! Igen! Na. Egy kis... eltévedés is volt. Te zenész gyerekek nagyon utána voltak futva. Futva. És úgy látszik, hogy itt van valamennyi körözöttségi szinten. Mert... Ez itt mi? Ez nem érek én rá erre most. Van körözöttség szinten, mert lehet szedni lefelé ilyen papírokat. Hol van itt a papír? Ott a papír. Húzz innét te! Gitáros... mi ez? Mi lehet az? Biztos, hogy nem gitár, és biztos, hogy nem ukulele. Mi lehet ez? Nem értek hangszerekhez annyira sajnos, mint amennyire szeretnék. Mindegy. Itt van az Assassin Tomb, bemegyünk, megnézzük mi ez. És amíg Ezio beér, addig itatom magam egy kis teával. Ez igen jó volt. Nem tudtam elolvasni, mi a jump, mi dare, vagy valami ilyesmi. Infiltrate Torre Crossa and find the assassin seal hidden within a crypt. Hát ezt elbasztom. De legalább kaptam egy checkpointot. Mit kell csinálni vajon? Talán ezt régebben simábban tudtam a dolgokat. Amikor friss volt az élmény, most már megfakult a dolog. Sajnos, erre emlékszem. Itt lehet, hogy lesznek problémáim, lehet, hogy el fogok tévedni párszor, és nem fogom tudni, hogy merre kell menni. Most szépen megmutatja, hogy merre kell menni, de... Én erre nem fogok emlékezni. Az elejére már most nem emlékszem. Valahol föl kell menni, aztán meg valamit kell csinálni, aztán
aztán meg az ott Ekkoló. Fuck, fuck. Hát ezt elbasztom. Ezt is elbasztom. Tudod mit? Gyere! Megmutatom. Így néha látod, ha támadsz, akkor sokat támadj egyszerre. Nem. Ah, igen, jó. Nem tudom, miért ittem gyógyszert, de... Vissza kell rázódni ebbe is. Baromi rég játszottam ezt is.